Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstúdió.hu. Új bankfiók és automata Nagydorogon, 6 település pénzügyeit intézik ki. Projektzáró, a Bonyhádi Ipari Park hozzájárul a város stabil gazdaságához. 100 milliós csalás, szarvasmarhákkal trükközhettek az Aparhanti családi vállalkozás vezetői. Nemzeti gyásznap, az aradi hősökre emlékeztek Szexárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Lezárult a Bonyhádi Ipari Park létesítését célzó pályázat. A záróprogramon elhangzott, mára a térség Tolna megye legdinamikusabban fejlődő gazdasági területe. A város vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt 40%-kal nőtt. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a gazdasági fejlődés hatására ma többen jönnek haza Nyugat-Európából, mint ahányan a kivándorlást választják. Közel 40%-kal nőtt a város vagyona az elmúlt évek alatt, és ebben jelentős szerepe van az ipari parknak, ahol ma közel 600 munkavállaló keresi a kenyerét. A projektzáron a város vezetői bejelentették, a beruházás folytatódik a következő esztendőben, további 5 cég települ majd ide. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár azt mondta, az a gazdasági fejlődés, mert az országban tapasztalható, Bonyhád térségén is jól kimutatható. 2014 óta látjuk azt, hogy milyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi Bonyhádot, illetve a közvetlen térségét, több száz munkahely jött létre, illetve a következő csarnokok is nem sokára megindulnak, illetve az építésük megindul. Ahhoz képest, hogy 2002 környékén a munkanélküliségi mutatók jóval meghaladták a 11%-ot, ma a megyében leggyorsabban fejlődő gazdasági térség Bonyhád környéke, tette hozzá az államtitkár. Stabil gazdaság nélkül nem lehet jó várospolitikát vinni, mondta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy város jól működjön, de alapvetően a legfontosabb szempont, hogy olyan jól működő vállalkozások legyenek a város területén, amelyek nagyon sok munkahelyet biztosítanak, és amelyek jól prosperálnak, hiszen az iparüzési adóbevétellel teremtjük meg azokat a forrásokat, saját városi forrásokat, az önkormányzat a város számára, amelyből egyéb közéleti célokra lehet fordítani. A beruházáshoz felvett hitelt a város 3 évvel a futamidő lejárta előtt vissza fogja fizetni. Az akkora tulajdonába kerülő mű értéke 460 millió forinttal növeli majd Bonyhád város vagyonát. Kívül belül megújult a nagydorogi takarékszövetkezet. A mintegy 25 millió forintos fejlesztésre Nagydorog mikrotérségi szerepe miatt volt szükség, hiszen a környező településeken élők is innen intézik pénzügyeiket. A Hungária takarék ezen kívül új ATM-et is üzembe helyezett a településen. 2 év telt el azóta, hogy a takarékszövetkezetek egybeolvadtak, és 12 regionális központú tőkeerő stabil és hatékonyan működő hitelintézet jött létre, köztük a Hungária takarék. Az átvett bankfiókok sok helyen felújításra szorultak, mondja Gáspár Csaba, a Hungária takarék ügyvezető igazgatója. Több korábban önállóan működő Tolna megyei takarékszövetkezet nem fordított kellő figyelmet arra, hogy a fiók hálózatát megfelelő műszaki tartalommal folyamatosan korszerűsítse, felújítsa, és ennek az lett a következménye, hogy 2017-re, illetve eltelt 2 év alatt a mai napra ezek a fiókok hát meglehetősen leromlott állapotba kerültek. A nagydorogi takarékszövetkezet felújítására a közelmúltban került sor. A fiók átadóján elhangzott, a fejlesztésre a település mikrotérségi szerepe miatt volt szükség, mivel innen nem csak a nagydorogi, hanem további 5 település pénzügyeit látják el, mondta el a megnyitón Pintér Szilárd, a Hungária takarék hálózati igazgatója. Teljes épergépészetet ki kellett cserélnem, és miután felszedtük a burkoló lapokat, ki kellett cserélnünk az ajzatot is. Ebben adódóan a fajlagos költségeket nézzük, sajnos a végén egy picikét elszálltunk, túlléptünk azon a költségvetési kereten, amit terveztünk. Nyilván mindezek ellenére azt gondolom, hogy ezt el kellett követnünk, hiszen csak akkor van értelme, csinálunk valamit, hogy ezt tisztességesen megcsináljuk. A tervezett 15 millió forint helyett 20 millió forintból újították fel a nagydorogi bankfiókot, és további 5 millió forintot költöttek annak berendezésére, bútorzatára. Továbbá egy új ATM-et is elhelyeztek az épület mellett.
Süli János, a térség országgyűlési képviselője az átadón azt emelte ki, hogy az erőművet körülvevő településeken felújítják az utakat, ami nagy dologot is érinteni fogja. Paks térsége meg egy kicsit külön is kiemelt lesz, mert ugye erre az úthálózat felújításra, erre meg 187 milliárd forint a rendelkezésre, nem csak a nagy dolog jön, hanem Cece Németkér, Bölcske Madocsa, tehát Dunaszentgyőr, tehát tulajdonképpen az erőművet körülvevő településeken, ott mindenütt úthálózat felújítással kezdünk. További fejlesztések várhatóak a jövőben Nagy Dorogon és a térségében. Úgy tudjuk, hamarosan a piac tér is megújul a településen. Az 1848-ban kezdődő magyar szabadságharc egy évvel később, október 6-án Aradon kivégzett 13 hősére emlékeztek Szekszárdon. A nemzeti gyásznap kapcsán Ács Rezső, a város polgármestere azt mondta, hogy az aradi hősök életútja jó példaként szolgál arra, hogy a magyar nemzet minden nehézség ellenére is egységes tudott maradni a történelem során. A szekszárdi Baka István általános iskola diákjai emlékműsorral készültek a 13 aradi vértanú 170 évvel ezelőtti kivégzésére. A Béla Király téren található 1848-as emlékműnél több százan gyűltek össze, hogy emlékezzenek a szabadságharc leverését követő megtorlások hősi áldozataira. Ács Rezső szekszárd polgármestere a megemlékezés után azt mondta, az aradi vértanúk élete és halála példaként szolgálhat a mai fiatalok számára, hiszen a velük történtek megmutatták, hogy minden helyzetből fel tud állni a nemzet. A mai fiataloknak azt tudjuk ezzel a kis megemlékezéssel üzenni, hogy a magyar történelemnek voltak dicsőséges és szomorú pillanatai is, de egy biztos, a magyar nemzet mindig fel tudott állni. Ács Rezső arról is beszélt, hogy az ország sorsa ugyanúgy, mint a történelem nehéz időszakaiban minden esetben, most is a fiatalok kezében van, hiszen az ő döntéseik határozzák meg a jövőt. A nehézségeket le kell küzdeni, meg kell oldani a problémákat, és hogyha ezeket kezelni tudjuk és meg tudjuk oldani, akkor van jövője a városnak, van jövője a közösségeknek, ebben viszont a fiataloknak van és lesz is mindig teendőjük. A Szekszárdon megtartott megemlékezés az 1848-as emlékmű megkoszorúzásával ért véget. A szobor előtt a város vezetőin kívül a helyi közigazgatási intézmények, iskolák, civil szervezetek és a politikai pártok képviselői rótták le tiszteletüket. Rémhír terjed a közösségi oldalon, miszerint szürke, rendszám nélküli kisbusz iskolás gyerekeket állít meg, próbál elrabolni, elcsalni, ám ezt a rendőrség ismételten cáfolta. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság közölte, hogy a hatóságnál, valamint helyi szerveinél október 3-áig nem indult büntető eljárás ilyen ügyben, mely szerint akár Faddon, akár más Tolna megyei településen gyerekeket raboltak volna el. A hatóság illetékességi területén sem bejelentés, sem feljelentés nem volt hasonló jellegű cselekmények elkövetésének gyanúja miatt, írják közleményükben. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ezúton hívja fel a lakosság figyelmét, hogy amennyiben hasonló jellegű cselekményről bárkinek tudomása van, akkor kérjük, hogy a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámon, vagy a 0674 501 100-as telefonszámon haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Szarvasmarhákkal okozhatott különösen nagy anyagi kárt az ország költségvetésének egy aparhanti családi vállalkozás. Az ügyészség szerint a cég vezetői több százmillió forint értékben vettek úgy élő állatot, hogy számlát nem kaptak, azt viszont másik vállalkozásoktól szerezték be, de nem csak így trükköztek a cégvezetők. A vádirat szerint ugyanis ezen kívül még több mint 128 millió forint áfát is visszaigényeltek. Aparhanton működött a vállalkozás, aminek a tulajdonosai az ügyészség szerint súlyos kárt okoztak a költségvetésnek. A cég haszonállatkereskedéssel foglalkozott. A vádirat szerint több 100 millió forint értékben vettek a piaci árnál valószínűleg olcsóbban élő szarvasmarhát számla nélkül. Ahhoz viszont, hogy a trükközés ne tűnjön fel a hatóságoknak, másik vállalkozásoktól ezzel együtt számlákat is vettek, amik után visszaigényelték az áfát. A két adóévre ez ennyi, illetőleg ennyi forinttal csökkentette a fizetendő áfát. Összesen több mint 128 millió forintnyi adót nem fizettek meg így az aparhanti vállalkozás vezetői. Úgy tudjuk, a cég egy család tulajdonaként működött, az ügyvezető az elsődrendű vádlott, az édesapja pedig a másodrendű, valószínűleg ő találta ki az egész bűncselekményt. A Tolna megyei főügyészség elsődrendű vádlottat, mint tettest, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetével,
folytatólagosan elkövetett számviteli rend megsértésének büntettével, illetőleg folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségébe vádolta, míg másod, harmad, negyed, ötöd és hatod rendű vádlottat, ugyanezen bűncselekménnyel, mint bűnsegédet. A szarvasmarha vételt bonyolító cég ügyvezetője és az édesapja mellett a többi vádlott azoknak a vállalkozásoknak a tulajdonosai, amelyektől a számlákat vették. Az ügyben most tartott előkészítő ülést a bíróság. A vádlottak nem ismerték be a váddal egyezően bűnösségüket, érdemben nem nyilatkoztak, tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le. Vagyis nem fogadták el az ügyészi ajánlatot, ami alapján már most kaphattak volna ítéletet, ha mindent beismernek. Így viszont, ha bebizonyosodik, hogy tényleg elcsalták az áfát, akár 8 év börtönt is kaphatnak az aparhanti vállalkozás vezetői. Hamarosan kihirdetik a Magyar Falu program újabb nyerteseit, de egy kiírásra még október 24-ig lehet pályázni. A győztesek, mintegy 1500 település már megkapták a támogatást, eddig összesen 21 milliárd forintot. Eddig a 2873 5000 fő alatti lélekszámú település 96%-a adott be pályázatot, csaknem 55%-uk legalább egy nyertes pályázatot a magáénak is tudhat. A program jövőre is folytatódik. Újra, immár harmadszor került a lakosság elé a Szekszárdi Zöldváros program. A projekt célja, hogy közel 100 parkolóval növelje a belváros autóbefogadó képességét, miközben bővítse a zöld területek arányát. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Szekszárdváros vezetése a lakók elé vitte a Zöldváros program ügyét. Az időközbeni lakossági javaslatok beépültek a jelenlegi változatba. Valahol az út közepén tartunk, mondta Ács Dezső polgármester. Annyival vagyunk előrébb, hogy egy koncepció terv, egy koncepció elképzelés elkészült, és most azért hoztuk vissza ki a fórumra is a szekszárdiak elé, hogy ezen tervek, koncepció elképzelések alapján így menjünk-e tovább, vagy módosítsunk arra, és akkor lassan ki kell írnunk már a közbeszerzés a tervezésre, tehát a koncepciót magát kellene elfogadni, vagy jóváhagyni, vagy éppen módosítani. És ennek megfelelően most már akkor elkészülnek majd a végleges tervek, és akkor megindult a kivitelezés. A program elfogadása esetén jelentősen nő a belvárosi autó megállók száma, és ezzel együtt további zöld területek jönnek létre a belvárosban. A Babics előtt lévő fasort is érinti, a platánsort is érinti az átalakítás útját, tehát valóban díszteret is érinti, 160-as mozi közötti részt is érinti, megmaradtak egyébként visszatérve a kérdésedre. Természetesen az a két fő csapás irány, hogy itt mindenképpen több zöldet szeretnénk, mégpedig úgy, ha lehet, hogy közben a parkolóhelyeknek a számát is bővítsük, hiszen óriási gond a parkolási probléma itt, főleg a belvárosban, de máshol is. Ez a koncepció, ez most kb. 100 parkolóhely, új parkolóhely kialakítását tartalmazza. Ezt a részét mindenféleképpen tudom támogatni, amivel nem teljesen értek egyet koncepcionális szinten, hogy a zöld felületet én kevésnek tartom. Hát többet szeretnék majd. Most még van lehetőség, hogy ezzel módosítsunk, remélem, hogy meg is fog valósulni, és akkor sokkal zöldebb belvárosa lesz Szekszárdnak. Minden fontos lépésnél a város visszaviszi a lakók elé a tervet. Amennyiben idén kialakulhat a végleges változat, jövő évre már be is fejeződhetnek a munkálatok. Rendkívüli nyitvatartási rend lesz érvényben a kormányablakkal, okmányirodával rendelkező településeken az önkormányzati választások hétvégéjén. Valamennyi Tolna megyei kormányablak október 12-én szombaton reggel 8 órától este 7 óráig, valamint a választás napján október 13-án vasárnap reggel 7 órától este 7 óráig tartanak nyitva. A választási törvény alapján ugyanis csak azok szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmazhatnak. Okmánnyal igazolni tudják magukat, és bemutatják lakcímkártyájukat. Így a kormányablakoknál a szavazáshoz szükséges, érvényét vesztett okirat pótolható, beszerezhetővé válik. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Első körben 70 milliós támogatás érkezik Pécsre, fejlesztik a horvát iskolát. A biztonságérzetet növelnék Pécsen, megújul a Balokányliget. Az aktív idősekért kortalan tudománykonferenciát és fesztivált rendeznek Pécsen.
70 millió forinttal támogatja első körben a kormány a pécsi horvát iskola fejlesztését. A beruházást csütörtökön jelentették be az intézményben. A tájékoztatón elhangzott, egy már meglévő épületet újítanak meg, melyben 4 tantermet, tanári szobát és vizes blokkokat is kialakítanak. A tervek szerint jövő év elején kezdik meg a munkálatokat, és év végére készül el az új épületrész. Ilyen vidám hangulatban zajlik egy énekóra a pécsi Miroslav Kleža horvát iskolában. Ez alkalommal Soltész Miklós, Hoppá Péter és Gugán János látogatta meg a tanulókat. Az intézményben ugyanis hamarosan megkezdődhet egy újabb fejlesztés. A nemrég megépült óvoda mellett egy már meglévő épületet újítanak fel, jelentették be a politikusok. 70 millió forinttal tudjuk első ütemben támogatni a bővítést, mely 70 millió forintot nyilván arra fogják fordítani, hogy elkezdődjön a beruházásnak az előkészítés és az első lépések, és jövőre meglátjuk, hogy mennyire lesz még szükség ahhoz, hogy további tantermeket tudjanak létrehozni ebben a csodálatos és szép környezetben. A tervek szerint még egy szintet építenek erre az ingatlanra, amiben 4 tantermet, tanári szobát és vízes blokkokat is kialakítanak. A fejlesztés bejelentésekor Hoppá Péter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, ez az iskola központ már most egy közép-európai mintaintézmény. Az, hogy az óvodától az érettségig kiváló szakmai munka zajlik itt Pécsett, ebben az iskolaközpontban. Ez a magyarországi horvátság összefogásának nyilvánvalóan az elmúlt 9 év látható fejlesztéseiben a kormányzati támogatásnak és Pécs megyei város önkormányzatának együttműködő segítségének köszönhető. Ezzel a beruházással tovább növelnék az iskola színvonalát, mely a dél-dunántúli régióban meghatározó szerepet tölt be, emelte ki Gugán János. Az anyanyelv ápolásában, a kultúra megőrzésében, identitás megőrzésében a legfontosabb intézménye a Miroslav Kleža Oktatási Központ, és ezt azt hiszem a szülők is a környéken így érzik, hiszen évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy ebben az iskolában az oktatási központban iratják be gyermekeiket. A fejlesztésnek köszönhetően a tanulók létszáma megközelítheti az 500 főt. Az elsőkörös 70 millió forintos támogatásból várhatóan a következő év elején kezdik a statikai megerősítést. Becslések szerint 350-400 millió forintba fog kerülni a teljes beruházás. A biztonságérzet növelése, karbantartás, jogkövető magatartásra nevelés. Többek között ez a célja a hamarosan elinduló Balokány Polisz elnevezésű programnak. A Pécsi Liget látogatói a jövőben biztonságosabb, vonzóbb környezetbe érkezhetnek a projektnek köszönhetően. Balokány Polisz elnevezéssel indul program a Pécsi Balokány Liget megújítása érdekében. Az úgynevezett építészeti bűnmegelőzés projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával zajlik. Ennek keretében olyan intézkedéseket tesznek, melyekkel biztonságosabbá válhat a környék. Így például a természetes belépés ellenőrzését, a közösségi kontrollt és a karbantartást szakemberek végzik a ligetben. Azt szeretnénk egy olyan jellegű modellprogramot elindítani, amely arról szól, hogy a természetes felügyelet segítségével a bűnalkalmakat csökkenteni, az áldozatválást megelőzni, illetve a fiatalokat olyan irányba nevelni, hogy tudatos polgárok legyenek, jogkövető emberek legyenek, illetve figyeljenek az épített és a természetes környezetükre. A projekt legfontosabb célja a közbiztonság növelése. A programba egyébként diákokat és egyetemi hallgatókat is bevonnak majd. A Balokányliget fejlesztése 2010 óta folyamatosan zajlik, mondta Pánovics Attila. Most egy nagy lépést fogunk előre tenni a közbiztonság javítása érdekében. A program keretében különféle építészeti beavatkozások történnek, például a burkolatnak a részeges cseréje az épület előtt, aminek köszönhetően a Balokány ismét egy népszerű, sokak által látogatott népszerű ligetté közparkká válhat. A szervezők azt várják a programtól, hogy hozzájáruljon a még kedvezőbb megítéléshez, valamint tovább növelje a park látogatottságát, népszerűségét. Kortalan tudománykonferenciát és fesztivált rendeznek Pécsett, néhány egyetemi kar mellett idén a rendőrség és civil szervezetek is részt vesznek a szakmai programokban. A nemzetközi konferenciát és szakmai találkozót október 2-a és 5-e között több helyszínen tartják.
A pécsi rendőrkapitányság is fontos szerepet tölt be az idős emberek életének védelmében. Ezért a Kortalan Tudománykonferencia és Fesztiválon jelenlétük nem véletlen. Vitális Ágnes rendőr-arezedes megelőzési alosztályvezető elmondta, számos bűncselekmény származik az időskorúakkal szembeni visszaélésből, szándékos megtévesztésből. Nem ritka a testi bántalmazás sem, hiszen ők kevésbé vagy egyáltalán nem tudnak védekezni. Hát az időskorúakhoz úgy kapcsolódunk, hogy most már lassan 15 éve folyik a pécsi rendőrkapitányságon egy olyan bűnmegelőzési program, aminek a címe az Ezüst évek biztonságban. Mi ezt kifejezetten időskorúaknak, nyugdíjaskorúaknak fejlesztettük ki, és folyamatosan szinte évről évről frissítjük, hiszen olyan bűnmegelőzési információkat próbálunk átadni az idősek számára, amivel kivéthetik az őket fenyegető különböző bűncselekményfajtákat. Ugyanis tudni kell azt, hogy az idősek bizonyos szempontból fokozottan veszélyeztetettek. A konferencia az aktív idősödésre fókuszálva olyan az idősek egészsége és életminősége szempontjából alapvető fontosságú kérdéssel foglalkozik, mely segít a jó életminőség minél további megtartásában. A konferencián hazai és nemzetközi szakemberek többek között a támogatási lehetőségekről is előadnak. Egy egyedülálló projektet indítanak a szervezők, mely az időseket kívánja bevonni az egyetemi kommunikációba. Ez azt jelenti, hogy 150 idős projektnek hívjuk ezt, és ezt egy angol mintára próbáljuk ugyanígy felépíteni, hogy egy olyan önkéntes csoportot hozunk létre, ahol az idősek felvilágosítást, tanácsot kapnak, cserébe tőlük mi viszont információt kérünk, hogy mire van szükségünk, esetleg, hogyha kidolgozunk olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, ami rájuk fókuszál, hogy azokat le tudjuk rajtuk zárójelbetéve tesztelni, hogy megfelelő-e vagy sem. A négy napos rendezvény további célja az egyetem kultúrájának és kutatásainak elismerése és ünneplése, valamint az igényes és érthető tudománykommunikáció mellett interaktív együttműködések létrehozása az egyetem körein belül és kívül egyaránt. Pécsett több helyszínen zajlanak majd az események civil szervezetek bevonásával, október 2. és 5. között. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Új bankfiók és automata nagy dorogon 6 település pénzügyeit intézi ki. Projektzáró, a Bonyhádi Ipari Park hozzájárul a város stabil gazdaságához. 100 milliós csalás, szarvasmarhákkal trükközhettek az Aparhanti családi vállalkozás vezetői. Nemzeti gyásznap, az aradi hősökre emlékeztek Szekszárdon. A hétvégén változóan napos felhős időre van kilátás, csak elvétve lehet futózápor. Hétfőn reggel hideg lesz, foltokban fagy is előfordul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!